Srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, heti vlogos témával tértem vissza. Remélem ez a felvétel most nem megy pocsékba, mert én ezt a videót már felvettem korábban. Sikerült egy 16 percet összeszedni, és vágásnál, amikor szerettem volna megvágni, nincs hang. Szóval nem először csinálja amúgy a GoPro, volt már ilyen. De már régen volt. Volt már ilyen, csak régen. Hogy valamiért hangot nem vesz fel. És érdekes, hogy utána felvettem én egy másik videót, egy teljesen más témai videót, és ott meg tökéletes a hang. De most remélem, ez nem fog pocsékba menni. Hát az előző hét, vagy hát ami most volt hét, az elég dolgosan telt. Ugye láthattátok, hogy live-ból továbbra is elég kevés van, ilyen heti kettő talán, ha nagyon úgy alakul, akkor három, de szerintem ez a heti két live, ez bőven elég. Szeretek egyébként live-olni, szeretem, amikor úgy van téma, és nem egy olyan élő adás volt már, amikor azt hittem, hogy igazából sok érdekesség nem lesz, mert az elején volt talán egy-két ember, és utána úgy eltűntek, aztán végül megjelentek még páran, és tök jól el tudtunk beszélgetni bizonyos témákról. Szóval ez a heti kettő, szeretném nagyjából ezt tartani, hogy semmi értelme, hogy minden nap live-ozzak, vagy akár egy nap többször is live-ozzak, mert egyrészt ennyi időm nincsen, másrészt annak, hogy bámulom a monitort és nem történik semmi, és mondjuk ezt streamelni egy két órában, hát ez sok értelme nincsen. Kaptam kommentet, hogy tök jó, hogy az előző videóknál, és még egyébként nem láttatok abból minden videót, hogy a videóknál visszatért a zöld háttér. Hát ennek én is nagyon örülök, bár ez ugye annak volt köszönhető, hogy aznap pont, hogy abszolút nem is dolgoztam, és volt időm ezzel foglalkozni. Nem azt mondom, hogy ne szokjatok hozzá, én is szeretném, hogyha ez így működhetne, de összerakni, beállítani a zöld hátteret, aznak, tehát akkor van értelme annak, hogyha sok videót tudok esetlegesen egyszerre felvenni, tehát mondjuk fel tudok venni két csattanót és még két valami másik témát. Annak is nagyon örülök, hogy netpincéres témában is kapok kérdéseket, és tök jó, hogy ez is érdekli az embereket. És lesz most majd még netpincéres téma, netpincérrel kapcsolatos videó. Csak itt közben, figyelni kell nagyon, mert innen is jönnek, onnan is jönnek, ott egy bringás, nem tudja, hogy mit akar. Jön egy ember, aki fut. Jó, na, most már talán a bringás. Emértem egyébként a csajt, hogy miért hátrafele nézett, amikor igazából az autóforgalom, ami az ő közlekedését érinti, ez abszolút nem ott jött. Na mindegy. Teljesen mindegy. Szóval most úgy kell számolni, hogy a következő hét is olyan lesz, hogy ilyen kevés live videótémák, azt egyelőre nem tudom, tehát kicsit el leszek tűnve. Most elég sok a munka, mert a zónában, ahol dolgozom, ott nagyon kevés műszak van kiírva, viszont nagyon sok a munka. Tehát ugye nyáron valamennyire visszaesik amúgy a kereslet a McDonald's-os Burger King-es kaják iránt, mert ugye sokan szabadságra mennek, tehát mondjuk ilyen cégektől annyira nem rendelnek kaját, tehát amikor ilyen munkaebédet vissza, ugye olyan nem nagyon szokott lenni, vagy hát visszaesik. És hétvégente ugye az emberek inkább akkor sütögetnek, hogy mennek nyaralni, meg ilyesmi. Úgyhogy oda is elvileg kevesebb szer kéne mennünk, csak hát ugye kevesebb műszakon kírva ezáltal, kevesebb futára jut, kevesebb meló, de nem annyival kevesebb meló, hogyha értitek. Rengeteg fagyit szállítunk mostanában házhoz, nem tudom egyébként, hogy ez a túlárazott McDonald's-os fagy, ami amúgy nagyon finom, tényleg fincsi, de én szerintem mennyien túl van árazva a dolog, azt nagyon viszik az emberek, azt hihetetlen módon viszik. Téma ötleteket továbbra is várok, vagy esetleg, hogyha a héten történt valami olyan esemény, ami érdekelt titeket, és esetleg lehetne beszélni róla ebben a
heti vlogos videóban, akkor azt küldjétek el nyugodtan. Tehát én azt szívesen veszem, de ha nincsen, akkor tök mindegy, akkor én majd kitalálok valamit. Na most ezen a héten mi volt? A Fradinak új edzője van, hogyha már egy sporttéma. Aztán igazából nagyon más olyan extra volt tüntetés. És a politikai kampány meg már most beindult, tehát így a választási kampány, és így kész. Tehát én szerintem olyan dolog, ami... Bár mondjuk most már azért óvatosabban nyúlok ezekhez a dolgokhoz, amikor ugye elkezdődött a csatorna, akkor közéleti démolt rendben, akkor kifejtem róla a véleményet, csak aztán rájöttem, hogy nagyon sok olyan témáról beszéltem, ami az amúgy lövésem sincsen. És úgy voltam, hogy azokat a témákat inkább hanyagolni kell, hogy hanyagolni kéne. Ugye láthattátok, észrevehettétek, hogy a live-ok címe mostanában változott annyiban, hogy oda került az, hogy ezért tart itt ez az ország. Ebben politikai tartalmat egyébként nem kell belelátni, tehát aki értelmes, és azért akik a live-onban járnak, azok hál' Istennek értelmesek, azok tudják nagyon jól itt, hogy itt igazából egy közhelyről van szó, és nem arról van szó, hogy elkezdenék így nagyban politizálni. Persze lehet politikáról is beszélni, nem szeretem azt, amikor valaki kerüli ezt a témát, mert ez az, ami rendben van, hogy nem érdekli, de ez határozza meg az életünket, és viszont nem arról van szó, hogy nagyon politizálni szeretnék, ez csak egy ilyen közhely. Én szerintem egyébként elég jól hangzik, ezért tart itt ez az ország live, de egyébként lehetne itt sok mindent kitalálni, tehát most tudom, ami... Vagy lehet, hogy mindig azt kéne, hogy mi az, ami aktuális. Mondjuk most például ugye valamelyik live-ban mondtátok, hogy valaki elgondolkodott azon, hogy rágalmazásért feljelent, lehetne az a live cím, hogy rágalmazás live. Például, vagy feljelentős live. Ilyenekben is érdemes esetleg gondolkodni. Kicsit kiéljük a kreativitásunkat, mert azt a keveset is, ami ehhez kell. A turizmussal kapcsolatban még mindig egyébként semmi nincsen, tehát ugyanúgy nem jönnek turisták, ugyanúgy pangás van, úgyhogy addig még netpincérkedünk. Egyébként továbbra is élvezem ezt a munkát. Már egyre több munkaórát vállalok. Az elején nem mertem sokat vállalni, mert nem tudtam, hogy hogyan fogom bírni. De először úgy akartam, mindig úgy szoktam az ilyenekre lenni, hogy először szeretném megszokni azt a környezetet, amiben dolgozok, azt a munkatempót, tehát hogy alakuljon ki a munkatempó, és akkor majd utána ezekhez, meg hogy egyáltalán igen, tehát hogy fizikálisan, vagy hogy szellemileg, bármilyen munkáról legyen szó, hogy hogyan bírom azt a munkát, és akkor így vállalok esetleg többet, vagy kevesebbet. Úgyhogy most egyébként már rájöttem, hogy ez, hogy, tehát, hogy mennyit bírok ebből, és már ahhoz mérten többet, kicsivel többet vállalok. Most viszont szerintem ennyi elég volt belőlem, mert megmondom a frankót, most semmi érdekesség nem jut ez eszembe, és ilyenkor van az, hogy abba kell hagyni. Ugyanúgy, mint a live-okra is. Ha nem jut eszembe semmi, nincs ott senki, akkor inkább abba hagyja, most minek égessen magam a neten, hogy senki nem nézi a live-omat, nem? Köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!